kurva jó. 40-szer állok be ebbe a rohadt garázsba. Ups, van egy kis lag. És mindig ugyanezt a rohadt szint rakja rá a kocsira. Komolyan mondom, amikor gyönyörű szép kék színű a kocsi, akkor baszik rárakni még egyszer ugyanazt, vagy legalábbis nem átszínezni. Persze, hogy mi van, amikor pedig egy fos színű a kocsi, akkor meg baszik kicserélni. Hát komolyan mondom, lehet, hogy csak véletlen, de szivat, érted? A véletlen szivat direkt csinálja rohadt nyomorult. Nem direkt, de véletlenül szivat. Nem érdekel. Kurva anyját. Aj, takarodj már, nem értem, mi a szarja, nem lehet normálisan megprogramozni, hogy normálisan tudjál vezetni, hülye köcsög. Olyan agyszart kapok az egésztől. Baszd meg akkor! Á, rendőrölöm, most nincs kedvem ellopni. Ó, viszont fekete, hát dehogy nincsen kedvem. Persze, hogy közlekedési dugó lent van, hát... Komolyan mondom, ez egy vicc. Na. A rózsaszint lopjam el, vagy ezt? Ez olyan érdekes. Akkor ők szállnak ki. Takarodj már! Ki a szart érdeke, hogy csicska a gyerek, vagy hülye rohadék rendőr? Amúgy szerintem a feketét kellett volna ellopni, jobban nézett ki. Ez csak a sötétben nézett ki jól. Ó, és már is megvan a szürke. Persze. Nem adja magát könnyen. Húzza a faszba innen. Ez ilyen zöldös szürkés. Ez kurva jól néz ki. Jó, kurva anyád a gyalogoljál itt a gyalogos járdán. Te! XT. Szóval az előző videó pontosan 33 percet kb. Szóval időben abba hagytam a dolgot. Annyi, hogy időnként így videó után, videóban általában így húzom az elején az időt, mert a másikban valószínű, hogy túl hamar abba hagytam, vagy valamit még kihagytam. Végre, mondom, hogy a faszba. Jó, itt terepadottságokat kihasználva átvágó minden faszon. Hát nem én voltam! Rohadt anyádat! De most mi a szar van, amúgy felhúztam a grafikát, vagy mi a tökön van, mert eddig is maxon volt, de most ahogy jobban csillognak a kocsik, vagy lehet, hogy túl sokat kód 4000, hát nem tudom. De ahogy kap... Bazd meg! Kajakra mondom, kod 4-be, faszki. Voltam most egy új mappon, amit más csinált, és én is csinálgatok egy mappot legalábbis. Van egy tervem, hogy csinálok egy bazin nagy város, de még eddig nem csináltam meg soha. De hát így csinálgatok most hozzá ilyen kisebb modelleket, mint ilyen kerítés, meg... híd, meg fasz tudja miket még. Hát ilyen alap kis dolgokat össze fogok pakolászni, és azokból fog majd állni, és akkor majd azokat összekötöm úttal, területekkel, olyan elemekkel, amikkel ellen bújni. El ne üsd, bazd meg! Na, jó, azért mondom, egyértelmű, hogy elütöttem. És akkor majd abból csinálok egy ilyen nagyobb mapot. Tehát itt az lenne a lényeg, hogy tényleg egy ilyen bazi nagy város lenne az egész map. És ott lehetne majd harcolni egymás ellen. Igazándiból házakat kéne tervezni, szóval... Ez még nem jutott eszembe soha, hogy házakat tervezzek. És elüt, bazd meg. Ez amúgy mi a fasz? Csak így itt áll. De miért akar mindenki elütni, bazd meg? Az a kék kocsi is ok nélkül gurult felém. Ez a nyomoronc meg szétkúrja a kocsimat. Hát szállj már be! Komolyan van 12 lőszerem ebben. Q-val váltok. Ah, ebben megvan 600. Jó van, azért mondom, mert mondom, ha nincs semmi lőszerem, akkor agyszart kapok. Életem nincsen!
kurva jó. Most egy kicsit odafigyelsz. Akkor tudod, hogy merre kell menni. Térkép nélkül, hol bugzik. Tök jó, odafigyelek, hogy mit mond, hogy mikor fog, már mint hogy forduljak jobbra-balra. Right, jó. Akkor tudom, hogy merre kell menni. Megtanultam, hogy a jobb meg a bal, hogy mely, angolul, hogy menjék a jobb meg a bal. Kurva jó vagyok, mi? Amúgy ez érdekes, ez a objektum betöltés így a GTA-ban, szóval már mint itt, hogy így ilyen szétszórt pontokból áll össze, szóval amikor így először meglátod és még nincs betöltve, akkor így ilyen, mintha egy ilyen rácsba így, na mindegy. Nem tudom elmagyarázni, tehát ezt látok, hogy amikor valami nincs betöltve, akkor ilyen sok szétszórt pontból pontot látsz belőle csak, és akkor így kitöltődik közötte is. Nagyon kurva jól néz ki, és pont erre fordul, jaj, de jó, sajnálom, bocsánat, tényleg, nem tudok vezetni, tényleg. Nincs itt rendőr se, bazd meg anyádat, hogy szíjjel töröd, nem baj, semmi gond, én meg elütlek, négy csak, hülye picsa. Piros kabátos picsa vezette ezt a kocsit, nem mondod, de kurva jó neki. Piros a kocsi, piros a kabát. Most már az utca is piros lett egy picit a fejétől, meg a vérétől, meg énektől. Wow! Bónuszból langolunk. Mik ezek a kulák itt, bazd meg? Ráadásul bágos is. Anyádat, menj már ki az út közepéről, hát bazd meg! What? Azám szétkapta a kocsit, bazd meg. Uaj, de imádom én ezt. Ja, meg ilyen régebbi stílusú épületeket is kell ezt majd tervezgetnem. Mondjuk szeretek 3D-s modellezni, szóval... azt szeretem, amikor nekem kell megcsinálni ezeket a dolgokat, csak... ha nincs rá ikletem, akkor nem ülnék le hozzá, szóval... csak akkor tudom csinálni, amikor... iklet van. Nézd meg azt a kis csöves köcsögöt. Itt ül, bazd meg, meg jól érzi magát, mindjárt letöröm a kezét. És nem lesz ott. Hát egyértelmű, miért lenne ott. Most befesti arra a lila fosra, amit utálok. Legalábbis most utáltam meg. Semmi gond, hát tört szarrá. Értelemszerű, hogy lopd el, mármint vidd el ezt a két köcsögöt, bazd meg. Hey, man. All right, Nico. The exchange is over on Charge Island at the water treatment plant. Kicsit duó van, ha nem gond. Becky, my man. How are you and Gracie getting on? Like a house on fire, ain't that right, Gracie? See, she was just telling me how much she loved me. What do you think of Nico? Örülhet, mert poker face megy, na. Ilyen hidakat fogok majd még csinálni, nem ilyet, hanem majd más, olyan másik oldalit meg. Tehát egy várost kéne csinálni igazándiból. Nem tudom, igazándiból vagy két-három nagyobb, vagy inkább közepes felhőkarcolót. Azaz, tehát ha közepes már nem felhőkarcoló, tehát egy ilyen magasabb emeletes házakból állna meg, lehet, hogy lenne pár ilyen nagy panel, mint ami itt van. És akkor úgy nagy részét ilyen 90%-os bejárhatóságú lenne. Igazániból pont azért hoztam ezt föl, mert hogy ma voltam egy mappon, valamikor elkezdtem ezt mesélni. Voltam majd mappon, Code 4-be, mert ez Code 4-be készül majd. És ott volt az, hogy nem nagyon láttam maszkolást az egész
játékban. Bazd meg! Az igen! Hát jól érzed magad, bazze! Hű, gyerek! Hol kell itt lemenni? Még fasz. Szóval... Érdekes volt. Kurva király vagyok, geci. Itt kéne átmenni. Ami ezen a kerítésen keresztül simán lehetséges. Ja, nem. Nem is kell a kerítés. Jó, van, gyertek nekem, buzik. Úgyis van lassítás. Alright, I think I know who's got the ice. Follow me. Anyát szeret. Elsősorban. De bújj már el rendesen! Kúbazd meg! De az a baj, hogy mire odalőnék ez a rohadt scriptelt köcsög, már elmegy onnan! Nézd meg, bazd meg! Nézd meg, bazd meg, és nem tudom kinyírni, geci. Ki nagyon magasan van, az hol van? Mim lett? Nem tudom, de nem... A múltkor is KP-val keménykedtem. Éppen csak annyi a baj, hogy... Percnyi életem nincs, te köcsög!
Ja, izét vettem föl. Most már legalább van ilyenem is. Van gránátom. Bazd meg! Hát befosok. Ez kurvára kész van. Fú, annyira le vagyok lassúva most, mert izé van. Félek, hogy meg fogok dögleni. Amivel az a baj, hogy igen nagy a valószínűsége. Faszom ki van. Jó, most már annyira nem félek, mert hát eddig se féltem úgy. Aj, bazd meg, apád. Gyürge köcsög. Give us that fucking ice! You're trapped! We'll let you go if you give them up! I'm screwed either way. If I don't give you the diamonds, you kill me here and you take them. I do give you the diamonds, Mr. Bulgarian kills me later. I don't nobody having them. Screw all of you. Llévenlo esto. You selfish piece of cock-sucking shit. Bazd meg, mi lesz a küldetés? Bazd meg! Így is jó. Mi a fasz van olyan magasan? Bazd meg! Kikápoljak már egy kocsit, bazd meg. Szállj már be, hülye gyerek! Telik a perc. Ahogy az a helyzet, hogy körülbelül most vagyok egy 20 perc, azt még mindig ezzel a kurva küldivel szopok. Valószínű, hogy fogok én neked ennyit baszkódni. Körbe menjek a kurva anyád. Jobb lenne egy ilyen terepjáró. Mindenképpen. De nézd meg, milyen jól néz ki. Igaz, hogy egy nagy kalap love modell az egész, de... Amúgy ez jó ötlet volt a készítők számára, ez a jó love modell, mert hát mondjuk ez már egy jó ideje
működik több játékban is, szóval logikus, de annyi, hogy kicsit ki lehetne finomítani a love modellt különböző szintű love modellekkel, szóval aki nem értené, hogy miről beszélek, itt arról van szó, hogy bizonyos távolságból nem fogja betölteni neked a játék a 100%-ra kidolgozott, gyönyörű, szépen, pöpecen, minden egyes pixelére megszerkesztett házat. És a San Andreasban is már úgy van csinálva, meg gondolom az összes GTA-ban úgy van megoldva a játék, vagy nem tudom. Lényeg az, hogy úgy van megoldva a játék, nagyjából a San Andreas, hát figyelj, a San Andreasban is, itt is, meg szerintem mindenhol máshol, ami Grand Theft Auto játék, meg más játékoknál is így van megoldva, hogy van egy modell, ami ugye 100%-osan kidolgozott modell, amikor elég közel vagy hozzá, és azt behozza, és az úgy néz ki, ahogy néz ki, az a 100%-os modell, szóval azt hívják simán modellnek. És van az úgynevezett love modell, ami ugyanannak az épületnek a helyettesítő mása, például most ha egy épületről van szó, tehát ugyanaz az épület, csak gyengébb textúrákkal, és jóval gyengébb kidolgozással, szóval mit tudjam én, hogyha egy egyszerű kocka épületről van szó, és csak ilyen falra fölpakolt ilyen pici elemek vannak rajta, ami ilyen, mit tudjam én, ilyen gipsz cuccok, akkor azt messziről csak egy egyszerű fehér fos textúrának fogod látni, és ahogy mész hozzá közelebb, egyszer csak szépen megjelenik a teljes értékű modellje. Így van, szóval megjelenik utána a teljes értékű modellje. Nem kell egy ilyen. Nincs ilyen weaponöm, enter, buy. Jó, és veszek belőle pár lőszer. Picsába, elfogadom, kus! Jó, megteltem a móilag. Ezt miért nem nyitod? Ah, meg tudom venni. De kurva jó nekem. Másikban van 600 lőszer, 1500 dollár. Jó, betárasztam. Kell sotiból is. Jó, már tele vagyok sotiból. Reloadoljam a hülye gyerek. Hát szerintem minden. Gránátot nem vettem. Négy. Jó, hát ez kb. Egy beírt kóddal volt. Egyenlő, na majd kipróbálom élesbe a fegyvert. Szóval az a lényeg a love modellnek, hogy fele akkor a, tehát szinte minimális munkája van vele a játéknak, de van vele munka. Tehát minimál, mint a gépednek, bocsánat, hát meg ugye a játéknak is. Minimális melója van vele a gépnek, és helyel közel ugyanaz látszik, csak nagyon gagyi verzióba. San Andreasnál ez nagyon gagyi volt, szóval ott valami hihetetlenül fosul nézett ki, a love modellt láttál. Annyi, hogy ott a textúrában jelent meg inkább, szóval ott általában a textúrát veszítette el az egész játék. De milyen kurva jól nézett már ki ez a kék fény itt. Figyeld ezt a kék fényt az úton, de kurva jól néz ki, mert itt van ugye a hídon, de kurva jó, hát beszalsz milyen, azt a rohadt anyáját, ennek a rohadt szemét köcsök faszopónak, de kurva jól néz ki. Na, szóval ennyi szerepe van a love modellnek, és hogy, tehát az a lényeg, hogy
hogy a faszomba keveredtünk a lovmodellekhez? Szója, hogy lehetne több lépcsőfoka, szóval, hogy félig olyan lov meg, teljesen lov meg, nagyon lov meg. Klasszik. És ugye a love modellről volt szó, hogy az mire jó, meg minek van. Ennyire van, hogy... hogy ne kelljen szarrá tölteni a videókártyát, mert ugye olyan furra az betölteni, hát meghalna a videókártyát. Nem lenne amúgy annyi hely benne, szóval... De amúgy nagyon sokszor látszik is az, hogy mi love modell, meg mi nem. Én meg nagyon utálom ezt a játékot, mert van benne telefonhívásos cucc, és nem tudom, hogy most tényleg a saját telóm csörög, vagy nem. Az a helyzet, hogy elég gyorsan jön el az a pillanat, hogy el kell, hogy köszönjek, mert ez egy körülbelül 3 perc múlva 20 perc, 30 perces videó lesz, és nem akarok 30 percnél többet fölrakni, szóval... Még beállok a festőbe, és azzal el is köszönök. Aztán utána folytatom egy következő videómban. Köszönöm szépen a figyelmet, csősztök!